Sziasztok! A mai karantén konyhába egy végtelenül egyszerű receptet hoztam, ez pedig a serpenyős lepény. Akkor szoktam készíteni, hogyha éppen kifogytunk otthon a kenyérből, mondjuk még a kovászom nincsen olyan állapotban, hogy sütni lehessen vele. Az benne a jó, hogy nem kell keleszteni, élesztő sem kell hozzá. Lisztből, olívaolajból, sóból, kevés sütőporból, valamilyen tejtermékből, ami lehet akár tejföl, lehet akár joghurt, lehet akár krémesre áttört túró, tehát éppen ami van otthon áll, és egy kis langyos vízből. Ezt kell puha tésztává összegyúrnunk, összedolgoznunk, majd ha van egy pici időnk, akkor egy olyan 15 percet pihentetni. Utána már csak annyi a dolgunk, hogy szép vékonyra kinyújtjuk, korongokat formázzunk belőle, majd pedig nagyon forró, olívaolajjal egészen vékonyan kikent serpenyőben pillanatok alatt kisütjük. Ha szépen felhólyagosodik az egyik oldala, akkor már lapáttal rögtön fordítható is, és tárolásig érdemes tiszta konyharuhába becsomagolni. Nagyon puha lesz, sokáig eláll, tekerhető, össze is hajtható, nem törik, és nagyon jól variálható, az szerint, hogy éppen milyen alapanyagok vannak otthon. Mert ahogy már mondtam, tejföl helyett joghurt vagy túró is mehet bele, de a liszteket is nyugodtan lehet cserélgetni, mixelni, készülhet csak sima liszttel, készülhet csak teljes kiöllésű liszttel, vagy például az én kedvencem, és most is így készítettem, kétharmad arányban sima liszt, és egyharmad hozzá a teljes kiöllésű liszt. Szuper kenyérhelyettesítő, próbáljátok ki!